Tisztelt jelenlévő, tisztelt tévénéző képviselőtestvérek! A mai megállapítani testületünk határozatképes jegyzőkönyvezetői megvannak. A mai ülés napirendi pontjai a következőek. Nyílt ülésen a polgármesteri jelentésről lesz pár szó, lejárt a 1-es napirendi pont polgármesteri jelentés, 2-es lejárt a terüli határozatokról jelentés, 3-as 2015 évi intézménytérítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata, 4-es köztisztasági rendelet elfogadása, 5-ös szervezet és működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata, 6-os vegyes ügyek. A vegyes ügyekben Veszprém megyei telepfejlesztési koncepció véleményezése, illetve rövid tájékoztatás, 6.2-es református egyház támogatása, 6.3-as informatikai fejlesztésekről döntés, Dohoda és Konyha, 6.4-es 2015-16-os tanévre vonatkozó beiskolázási támogatások tárgyalása, 6.5-ös Csetény Szápár szennyvízelegzetős tisztító víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének véleményezése. 8-asba szeretném felvenni orvosi rendelőnél szék vásárlásának a lehetőségét. Ezt mondjuk képviselőtestület eldönti, hogy milyen anyagi lehetőséget biztosít rá. Ez után pedig egy zárt ülés kezdődik. Szeretném megkérdezni a képviselőtestületet. Ja, oké, bocsánat, a 8. napirendi pontra szeretném felvenni a 6.8 a vegyes ügyeknél a Szápári Polgárőr Egyesület támogatása. Majd erről akarok beszélni bőven. Szeretném kérdezni a jelenlévőket, képviselő hölgyet, urakat, hogy ehhez hozzáfűzni valami újabb napirendi pont van-e, amivel foglalkozni szeretnénk a mai napon. Jó, hogyha nincs, akkor kérem, aki egyetért az elhangzott napirendi pontokat, az készfeltartásra jelezzen. Megállapítom, hogy 7 igen. Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban a nyár az úgy látszik, hogy lassan ülnek a malmok nálunk is, az előbb a közműködhatatáson elhangzottak már információk azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 8-9 hónapban milyen munkát végeztünk. Én röviden annyit szeretnék, hogy véleményem szerint a falnak rendezvény az megfelelő minőségben lezajlott, különböző atrocitás nem történt, a lakosság száma nagy számban jelen volt, sem negatív, sem pozitív visszajelzés sajnos nem kaptam, bízom benne, hogy időben azért ezek is jutnak hozzá. Amit még szeretnék tájékoztatni, hogy a támfal építése, tehát maga a támfalnak az elkészítése az augusztus 15-re megvalósul, és augusztus 15-án egyéb feladatok végrehajtását végzik a vállalkozók, mint az iskolai focipályának felújítását és újraaszfaltozását. A 2000 lehetnénk pályázatok eredménye is. A konyhafejlesztésre beadott pályázatunk sajnos várólistára került, ezt én úgy értelmezem, hogy nem nyert. Ez miatt a már átsorolt pénzeket, amit az önkormányzati vállalkozásba beletettünk, megvásároljuk akkor a konyhába a szükséges robotgépet, illetve turbinszgépet. Illetve ezzel kapcsolatban mai napon vagy holnapi napon van a miniszteri döntés határidőre kötelező önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntésnek. Írtam egy levelet Bercik Ábel helyettes államtitkárunknak, ahol nyomatékosan felhívtam figyelmét, hogy nekünk ez a benyújtott három pályázat egymással épül, és elengedhetetlen ezek odaítélése, megítélése, illetve felhívtam figyelmét az INTS által adott papírra is, ami ugye a konyhán egy-két átalakítást igényelt. Természetesen az ANTS-t is egyeztetünk is 2016. december 31-ig, hogy teljesen jók vagyunk, és fennmaradási engedélyünk van. Nagyon bízom abban, hogy a beadott pályázat, ami a meglévő óvodának a felújítására vonatkozik, az sikeres lesz, mert elég butának gondolnám a döntéshozókat, hogy egy új szárnyépítésére adnak fedezetet, és az új szárnyon kialakítása kerül a villany, víz, gáz hálózatot egy régi elavult rendszerhez csatlakoztassuk. Nem gondolom, hogy megvalósulna akár az energiahatékonyság, vagy akár bármi más. Én ezt leírtam neki képviselőtársaknak, hogyha igényi természetesen szívesen elküldöm, de azt hiszem, hogy edzőnál is megvan ez a levél.
múltkor kaptam feladatként a képső testülettől, hogy közbeszerzéseket bonyolítsunk le, ehhez keressük meg a megfelelő lebonyolítót, mint közbeszerzési szakértőt. Négy helyről kértünk ajánlatot, három helyről érkezett ajánlat, a összességében a legrövidesebb, legolcsóbb ajánlatot kiválasztottuk. Lényegesen olcsóbb, mint amire eredetileg is számítottunk. Tehát számítottam, ennek nagyon örültem. Most a mai napon küldtem meg a műszaki tartalmat a busszal kapcsolatban, a holnapi napon már a vállalkozások megkapják, és tervünk szerint augusztus 25 délelőtt 11 órakor van bontás. Akkor látjuk meg azt, hogy kik milyen feltételek mellett vállalják a műszaki tartalomban meg leírt busz leszállítását. És ha ügyesek vagyunk, akkor szeptember 15-ére már a kis busz az Csetén-község területén belül tud ellátni a szolgáltatásokat. Még annyi, hogy készülve azért arra, hogy az augusztus 6-án esetleg negatív eredmény elzárul a meglévő óvodának a felújítása. Tárgyalásokat kezdeményeztem a megyei közgyűlés elnökével. Területfejlesztés és térségi operatív programban elérhető források átcsoportosításával. Az, hogy a Csetén-község települése kapja meg a szükséges támogatást ahhoz, hogy a 2016-ban tervezett óvodai bővítés és rekonstrukció úgy valósulja meg, hogy a mi terveinkben volt. Hála Isten, elnök úr nagyon kedvesnek ítéli meg Csetén-községet, és a támogatására biztosított a előző döntésre készítésében is. Szerintem most úgy röviden ennyi lenne az átlagolt jelentés, hogyha valakinek kérdése van, akkor azt kérem tegye fel, hogy beszéljünk olyan. Igen? Ez a dolog is köszönöm, jutott most eszembe, hogy lehet valamit tudni már a módra járó gyerekek sorsáról. Nem, még nem lehet tudni. A levelet azt megírtam, mert küldtük választ, még nem kaptunk. Annyi megmutatós információ, hogy elmondtuk, hogy Bakoncs Ernéről ez a szolgáltatás már működik. Tehát a megoldás az nem múlik szól, hanem szólva, hanem Bakoncs Ernéig. De várjuk a hivatalos választ. Kérdés esetleg? Jó, hogyha nincs kérdés, akkor én kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy akkor amennyiben elfogadja a polgármester jelentést, akkor az készpatlakásra lesz. Megjöttem két igen. Lejárt idejű határozatokról. Határozati iránytartás. Azt át fogom küldeni mindenkinek. Van róla egy X-es vezetve. 186 feladatot kaptunk az elmúlt időszakban. Egy jegyzőről áttekintettünk. Ez követi adása került? Kérdődöm neki, kérdődöm minden. 20-valány oldal volt, elektronikusan küldtük ki. Már én felolvastam, hogy mi az, amivel elmaradásban vagyunk. Gondolom, ez mindenki számára fontos és kérdés. A honlap jogszabályoknak megfelelő elkészítésre, én mondtam, hogy napra kész a honlap, de még néhány adatot meg kell jelentetni, ezt a sárnyátéval tovább is csinálja. A szabadságolás után bízom, hogy ezt le tudják fejezni. A Csetényi Köztemetőnek tulajdonviszony tisztázása, én ezt még folyamban lévőnek tartom, mivel a kimérés az megtörtént, most vannak a kijelölések, de amikor az majd határba lép, vagy úgy lesz felrajzolva, hogy az a rész, ami szerintem ez akkor van készre nyilvántartva. A település rendezési terv, ugye az egyeztetések folynak, a szakhatóságokkal kapcsolatot fejlettük, a tütemterv szerint haladunk, de ez még folyamatban van, ez még nem kész. A szivárvány alapítvány támogatása az még folyamatban van, mivel a támogatást még nem jelentkeztek ki, ugye megítéltük, nem tudom, mit kell ahhoz tenni, hogy fizessünk. A lövészklub támogatása úgy szintén folyamatban van, Csetényi Hagyományőrző IASZ Egyesület támogatása is. A Lélektől Lélekig alapítvány ő is, a Szápályi Katolikus Plébánia is, a Csetényi Baptista Egyház a humán erőforrás részét, az élő munkát azt megkapták, a többivel nincsen gondunk, tehát a pénzt még oda kell adni. Akkor ami folyamatban van, volt a pedagógus álláspályázat kiírása, eljárás lebonyolítása, mivel itt a beérkezési határidő az azt mondom 10. augusztus 10, és az ehhez kapcsolódó a bölcsődei álláspályázat.
Itt annyit kell tudni, hogy a bölcsödénél egy szándéknyilatkozatot írunk, majd maximum rá azzal, aki jelentkezik a bölcsödei dolgozónak, mivel amíg nem működik a bölcsödé, nem tudunk felvenni senkit és üres járatban érte pénzt fizetni. Ugye nagyon sok múlik itt Szápáron is. Pedagógiai asszisztensnek is ugyanez a területben. A környezetben van az a 4-es társaság vízműrendszerének műszaki átalakítás, ugye múltkor kaptam felhatalmazást, jól emlékszem, 50.000 forint értékig, ma két mérlegen felvezetve. A harmadik újdacsoport eszközbeszerzése a zöldbakonyon keresztül, ez nem az zöldbakonyon keresztül történik meg, hanem a önkormányzaton keresztül a támogatási pénz az itt van, és nem tudjuk így elszámolni. Egy részét már megvásároltuk a múlt héten, kérem, itt a volnővel 59.925 forintot költöttünk, nagyon sok játékot vettünk, illetve még kis bútorokra fog az anyita összerakni igényeket, ugye összesen 1.500.000 forint durvánban a támogatásba, amit erre elküldhetünk. Vásároltunk még székeket, asztalokat, ágyakat 600.000 forint értékben. Ott az éváikon keresztül meg volt a verseny, 4 vagy 5 vállalkozást kértünk fel ajánlattételre, már nagyon közül ajánlatot adtak, de összességében a legényesebb ajánlattételre 5-6%-kal volt olcsóbb a többinél, de ő volt a legolcsóbb, tőle rendeltünk, ez szeptember 1-re tudja is teljesíteni az igényeinket. Akkor a Törekvés és Rákóczi utcán összekötő állat árajának bekérése. Az árajánlat, a felmérés az megtörtént, ez a múlt, nem tudom én, akkor ez múlt héten pénteken történt meg, azt hiszem, az ajánlatot azt várjuk, felmértük, és reméljük, hogy egy olyan ajánlat kerül kiadásra, ami számunkra is elfogadható. Akkor, ami fölgondol, az a szülőkkel való egyeztetés itt a Móri iskolával kapcsolatban, az pirossal van jelölve, illetve volt egy egyeztetésem az ingatlan tulajdonosokkal, talán az átüléssel tárgyalva a Rákóczi utcának közepén, ott a vízelvezető nároknál. Kellemes egyeztetés volt, megállapodásra nem jutottunk. Angolul kell küldeni majd egy edzőkönyvet a Norvég tulajdonosoknak. Úgy gondolom, hogy más megoldást fogunk keresni. Tehát pereskedni én nem akarok, és nem is fogok. Ezek az ügyek a 186 folyamban lévő ügyből, 186 ügyből ennyi van folyamatban. Ennek nagy része már eldöntött határozatot hoztunk, csak az alapítványok szervezetek említettek a pénzért, illetve az óvoda átalakításával kapcsolatos ügyek vannak benne. A többit, hála Isten, készen vagyunk vele, és elég gyors a bevállásra terjedünk is. Igen? A bemutca végében a kifizetés megtörtént. Ott A kifizetés megtörtént, esetleg megkérem majd a gondnokság részvevőit, hogy vegyék a sorokat. Jó? De azzal is kész vagyunk. Tehát az kész van a jelent, vagy jön majd magatokat. Van még esetleg? Igen? Az árufölcsök az egy mondat, hogy véleményem szerint mi már magántulajdonosink a család mögött is. Ez hozzáfordulás. Na mindegy, de nem investálhatsz be. Te magántulajdonk van. Senki nem investál. A megbeszélés, csak mondtam, volt egy megbeszélés, és véleményem szerint nem jött. Már kértél járatot. Nem, az az állat. Jó, kész, ennyit. Jó? Akkor a lejártási határozatok voltak, a jelentés az ennyi volt. Lajos, még kérdés. Bocsánat. Igen, hát ez borzasztó sok anyag volt. Nem tudom, nem lehetne úgy, hogy a lejárt határatokat ne egyszerre tárjátok elénk, hanem részletenként. Minden egyes van. Most én megnéztem, ez 26 oldal és több mint 70 határozat. Mert átnéztem mindegyiket, most dolgoztam volna, akkor ezt az anyagot nem tudom átnézni. Amit most kaptunk. Hétfőn kaptuk meg ezt az anyagot, utána került fel ez a lejárt határozat, de úgyhogy nem tudom, aki dolgozik, az hogyan tudja ezeket átnézni mindent. Tehát ez borzasztó sok anyag egyszerre, és nem beszélve arról, hogy vannak olyan határozatok, amit már nem tudom, hogy mit takar. Mert nem derül ki a leírt határozatból, hogy mit akar. Például mindjárt mondok egyet, a 89-es határozat, Bakony-Karszt ügy például. Ennyi van. Minden határozat, oda másodon az eredeti határozatot.
úgy lett kitűntve. De ne azt másolod, hanem azt, hogy mi történt bármilyen sorban. Meg azt is, áll is egyetem, oda is írtam, hogy mi történt mögött. 89-es sortanáról. 89-es határozat. Itt van, Bakony Karsznak van 89-es határozat. A határozat száma 89. Igen. De hogy abban mi történt? Mihály? Határolt a tösmányi. Igen, mindenki beszél valamiről, holott megnézni a tényleg. Igen, de hogy valami történt. Megnézni a tényleg. Bakonyok használ, különben itt van felírva több gödlőfejlesztési terv, a vízi közmény. 89-es szám határozatról van szó. Nem az a sorszám. 89-es szám határozat. Megvan? Mi a pontos határozat szám? 89. 89-ig. 2015. Igen. Hadd mondjam, direkt azért választottam azt. Nem, a Bakony-Karsztos határozat, a 89-2015, az a 4-es társaság hibája miatt polgármester Bakony-Karsztnál eljár. De ebben nem, amit hűvelyek, abban nem áll. Ez a Vizóra 2. Az a Vizóra. Ott annyi van, hogy Bakony-Karszt ügy, amiről neked kellene tájékoztatást adni. Jó. Milyen Bakony-Karszt ügy? Most melyik, mert van a 4-es társaság, van a Hunyadi utcában is egy és az a kinyitatott oldalon jelent meg így, hogy a számítógépben is. Amit átküldhetik a végén. És nem csak ezeket, hanem több, most nem írtam fel a több, de több ilyen határozat van, amiben a határozatban nem derül ki, hogy az mit takar. Olyan régen voltak már, hogy van amelyikre emlékeztem, van amelyikre nem tudtam elhagyni. Minek a végrehajtása foglalja magát? Pontosan értjük, hogy miről van szó. Pontosan. Azért választottam azt, hogy az összes határozatot kimásoltuk egymás után, azért van 25 oldal, és a határozatok a teljes szövetet kimásolva, és oda van mögéje írva, hogy mi olyan történik vele. Én nem tudom, hogy a Lajzsát konkrétan meg tudom nézni, hogy melyik is oldal. Jó, megmutatom. Nagyon jó. És az átülésen kapcsolatban lejártott ez a határozat, ott is vannak ilyen. Most nem bűvöttem ki mindenket, amelyik nem tudtam eldönteni, hogy nem, szerintem ezt nem lehet. Most megnézzük, kötételesen. Jó. Mivel ez a táblázat jó és ebben egyértelműen azonosítható, ezt kell kiküldeni minden hónapban, de ezt kinyomtatni nem fogjuk tudni. Számítógépen megjelenik a monitoron, és akkor az a legegyszerűbb. Ez tartalmaz minden info, tartalmaz az, hogy mikor hoztak az ülést, mi a megnevezése, mi a határozat száma, mi a leírása, ki a felelőse, mi a határideje, és... És derüljük ki, hogy mit akarod a határozat. Mert jó, teljesítéssel kapcsolatos információ is van rajta. Státuszjelentés, felelős téma, határozott szám, ülés napja. És ha lehetne, akkor havonta. Ezt meg lehet tudni, havonta, ez folyamatosan teljesen. Egyszerre. Na és akkor itt láttam, hogy a getmesteri szerződés megkötetett. Tényleg, mit akarod? Mert erre még nem volt, hogy mit akarod a getmesteri. A getmesteri szerződés megkötésére azt a feladatomozást kaptuk, hogy az zöld bakonyon keresztül kössük meg. És nem szerződtünk le ilyen általánydíjra, hogy fizetünk ilyen 10-20 ezer forintot, hanem esetibe, és az az aka, amit régen is volt javaslat, velük, hogy hívás alapján jönnek ki. És azért adtuk át a feladatot a vállalkozásnak, hogy az költségelszámolása. Tehát nincs jelentős kötelezettségvállalás mögötte eseti feladat. Tehát rá, hogy igen. Mi minden héten, hétfőn reggel 8-15-kor a jegyző úrral értekezünk, illetve a Sári Attila szokott bent lenni, akkor az Anikó jön a konyháról, ugye a konyhai dolgokat vesszük át, meg a Tia szokott jönni, amennyiben a képviselőtestület tagjai szeretnének a EMI, ugye akkor megveszünk a feladatokat, amely a képviselőtestület tagjai ellen szeretnének jönni, szerintem nyugodtan jön. Mert ott ezeket ugyanúgy végigvesszük, ott lényegesen több olyan fett. Van egy heti jelentéses mappa, Müller József neve mellett jelenleg, még barátok között is, 24 folyamban lévői van. De ilyen ügyek például még likviditási terv készítése, átvásárvételi dokumentáció, fennmaradási engedély, polgárőrség, felítőunió, egy eltávozott, elment munkavállalók kijelentési szakasza, gyermekétkeztetés, ANTS-tevé, iratkezelés jelzése, vagyoniratkozat szabályzat, nyersanyagnyilvántartás, alapító, nagyon sok, IFA, HEP, utas, gyermester, itt van, és itt van a napi jelentés, belőle van így, hogy hogy áll
Hát ezeket folyamatosan dolgoznak a körbeírások. Sok munka van, van örökség. Ez örökség. Jó? Nem lehet, hogy a késznek lenni. De, megpróbáljuk. Jó? Kiküldjük havonta. Azt nem is értem, hogy jelen a kiküldjük, ez ugye folyamatosan megvan. Tehát nem most küldjük, hogy megnézik, hanem az én változat. Igen? Csak ráhez kapcsolódom, hogy kell vezetni határozat, ezt az SMS tartalmazza. Határozat nyilvántartást is, meg rendelet nyilvántartást is. És abban kell az a részletesség, amire az előtte utaltál, és én szeretném, hogyha azt megcsinálnátok, mert szerintem... Ott van a számítógépben szerintem, de ha nem, én most átküldöm. De nem elég, hogy a számítógépben legyen, hanem arról írott anyagnak kell lenni, nem elég a számítógépben. Ezt kiüntetjük is az írott anyag. Tehát határozatokról is, meg a rendeletekről is nyilvántartás, dátumról, témájáról, milyen határozatszámról. Nézd meg azt az anyagot, amit kaptál, és ez pontosan az. És annak folyamatosnak kell lenni. Folyamatos is. Növekedő sorrendben van. Jó? Legközelebb. Tehát az nem a lejárt, én most nem a lejárt határidejével. Ez határozott nyilvántartás, mert egy rendelt nyilvántartás, ami az önkormányzatnál köteles. Van is. A státusz tudod, mit jelent? Tudom. Tudom. Van olyan, hogy folyamatban, kész, törvény. Jó, nem. De nem mivel nem nézted meg, de azt csinálod. Nem nézted meg a dokumentumot, nem nézted meg, úgy jöttél most el. És olyat kérdezni, hogy nem. Ha nem kaptam meg, akkor állva nem nézted. Nem megkaptad elektronikusan. Hát, ha elektronikusan, meg lehet, hogy hosszabb. Kint van az étterem. Azt tudja, mi van, de én nekem nem jött be. Akkor megkukacoskodjunk, nem haladjunk. Nem jött be. Haladhatunk? Haladhatunk. De én egyszer majd valamikor rájutok odáig a rendeleteket, meg szeretném nézni itt a nyilvántartást. Bármikor bejössz, megnézem. És ott kiállni. Itt van a hivatal, tudod mikor. Jó, nem akarok akadékos lenni. Akkor leted. Mehetünk tovább? Ez van itt a tanárok kérdés. Jó, akkor a jelentéseket. Jó, akkor aki lejárt határidejét határozatot, a jelentést elfogadja, az kérem készfeltartást jelezze. Akkor lesz 6, igen, aki tartózkodik. 1, milyen tartózkodik? Jó, oké. Következő intézményi kérítési díjakról módosítás lenyújtása. Volt, illetve újabb sorokat kell belevenni, de akkor jelzőleg kérem a tájékoztatás megtartását. Ja, hát az egyik dolgokban a legkívül szabályainak, hogy dublában, hogy ötös vagyunk a térítési díjak. A másik dolog pedig megjelent a 2015-ös 63-as törvény, a gyermekek védelmét és gyermeki igazgatásról szóló 97. évi 31-es törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításával. Itt csak azokat a pontokat olvasom fel, hogy szeptember 1-től kik azok, akik az óvodai és gyermek óvodai és bölcsődei ellátásban továbbiak vannak, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkön kívül még további ingyenes étkezésben kell, hogy részesítsük. Tehát akkor eddig is a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az ingyenesek voltak. Hozzájött a tartósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülők iratot alapján az egyfőre jutó havi jövedelmi összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették.
Ezek a sorok kerültek be a meglévő rendeletünkbe, de értelemszerűen ezek a sorok nullatérítési díjat fizetéssel. Ennyi a változás, és amelyben egyetértetek vele, akkor, akkor kérem, hogy fogadják. És most a szociálisok azok csak belettek emelve a régiből? A többi változatra. Tehát az csak változatra. A többi, ennek itt egy szabályi szerint, ahogy mondanak, ötre, az értelemszerű. Illetve ez a négy vagy öt sor, amit felolvastam, ezek a törvényszerűek, és szeptember 1-től lép hatályba, ezek kerültek pluszként bele, de ezeknek viszont nulla térítési díjak. Nekem annyi kérdésem van, hogy ez itt felolvasottak kerülnek ebben a táblázatban is, mert nem ez a megnehezésekkel lehet kiadva. Tehát óvoda tartósan betegítő a főtökös gyermek. Ami a 63-ban megvan, úgy kell ezt elmutatni. Jó? Oké. Akkor amit én kérdeznék, hogy a jelen rendelet... Itt ugyanezen a oldalon, ahol Jóska felolvasta, kik az ingyenes érkezők, itt van egy ilyen sor, hogy egy fő szociális segítő alkalmazása indokolt napi 4 órába. Ez mit jelent? Ja, a következő. Az ellenőrzésnél, amikor észrevették ezt a kerekítésre vonatkozó dolgainkat, az felhívták a figyelmünket, hogy amennyiben továbbra is tartósan 50 fő fölötti a szociális étkezőknek a száma, akkor kellene, hogy alkalmazzunk egy napi 4 órás szociális kisegítőt vagy segítőt ennek a feladatnak az ellátása. Milyen feladat ellátása? Hát ennek a szociális étkezésnek a nyilvántartása, vezetés esetén is. Mert ez nem terült ki, hogy mire kell. Erről van szó. Ezt mondom, ezt leírták, és azért hoztuk, még nincs betöltve, hogy hát jelenleg 51 fő vagyok, akik énbe veszik a szociális étkezéseket, és 50 fölöttől van a határ. Az jogos, hogy az 50, az 50 fölött van, viszont az átlagos 50-et kell figyelni, akkor pedig 50 alatt. Hát az van, hogy úgy csinálni, hogy nem mondják, hogy rosszul gondolják. Na, ez értető, de még lenni több. Jó. Kérdésem, hogyha tovább megyünk. Ugye az előbb Jóska elolvasta, hogy kik az ingyenes érkezők, és akkor ha itt megnézzük az I-pontban, már napközben 3 és több gyermek esetén. Mert amíg a 100% az gondolom, az azt jelenti, hogy 100%-os támogatásban részesül, de akkor ott nem 220 meg 280, hanem ott nullának kellene lenni, mert ők nem fizetnek térítési díjat. Akkor itt most. Az I-pont nincs megszámolva, hogy nem tudom, az első, második oldal. Második. 220-280 kéne nullának. Igen, és alatta megint be van írva a 2-2, szóval az megint szerintem az nullának kéne ott lenni. De várj kicsit, csak az óvoda meg a bölcsőde, napközi menza nem, csak óvoda és bölcsőde. Állj. Tehát nem véletlen úgy csúsztam ki, hogy csak óvoda, bölcsőde. De akkor miért van az a 100%-os támogatás? Ott van mellette. Ezt nem tudom, ez egy idősítő benne, én ahol bennültem hozzá. De megnézem, utána nézek pontosan. Tehát ha egyszer 100%-os támogatást kap, akkor azt jelenti, hogy az nem fizet. De amit a 20. nap arra, hogy felülkönöm. Itt több helyen van, és akkor ott, ha megyünk lejjebb, akkor megint, ugyanígy a menzánál, ott is ott van 100%-os támogatás, és nem nulla. Hát megnézem. A fogyatékosnál 100% nem nulla, de a gyermekvédelmisnél ott vagy 100%, és ott nulla. Annak nulla, igen. Na de hát, hogyha 100%-os támogatást kap valaki, akkor az azt jelenti, hogy azért akkor az nem fizet. De mondom, ez csak a bölcsödelem óvodára. Jó, de nem egyértelmű. A térítési díjak, figyelem, a térítési díjak ugyanis nagyon változnak, csak a kerekítés szabályai szerint. Ami az állam által előírt, hogy kinek kell ingyenes étkezést kapni, azt a módosítást vezeti be a jegyző, és akkor rendezi ezen 100%-os eltéréseket is. Ami szerintem abból adódik, hogy az akkor elkészített táblázat összecsúsz. De itt van, hogy 3 vagy több gyermeket nevelnek a család, van akkor 100%-os támogatás. Jó, de ennek megnézem, hogy ez pontosan hogyan az rendeletben. Másik rendeletünkben, amit megalkottunk tavaly szeptemberben, decemberben. Most nem tudom felállni. De amit itt felolvastál, nem vagy 3 vagy több gyermeket. De csak az óvoda meg a bölcsődére. Napközben a menza nem az. Akkor viszont ez nem lehet 100%. Megnézed és kifogod. Jó, és akkor még van egy következő oldalon. A szociális étkező térítési díjánál. Megvan az oldal? Igen. És ott a dupla V
minimál nyugdíj 250-270%. És annak a végösszege az nem, az nem, nem lehet 540 forint. Mert a 360 forint az az áfa nélkül, és arra rámegy az áfa, akkor az nem 540, hanem az csak 457. És ha megnézed, alatt a 425-nél is 540-ben van, meg 360-nál is 540-ben, tehát ez biztos, hogy nem lehet, hogy minden ugyanannyi, hogyha az áfa nélküli érték az nem egyezik, akkor az áfás érték sem egyezhet meg szerintem. De itt az 35% van a 360. A kedvezmény azért 360 forint az áfa nélküli érték, gondolom én, mert itt az elején itt vannak ezek a számok, de ezek a számok most igazán derék, hogy mit, az 1-es, 2-es, 3-os osztottban mit jelent. De hogy végignéztem, ugye a 15% az kedvezmény, azért 360, és arra megy rá az áfa. De most akkor szétvehetnénk már két rubrikából, akkor amit a tanár úr mond, hogy egyszer van az óroda bölcsőde, utána meg a napközis menzás, és akkor az óroda bölcsődénél lenne a nulla, a napközis menzásnál meg a megmaradt. Na, mit csinál számok érnek el? De olyannak kell tenni, Matyi, ez nem a te dolgod, meg nem az enyém, hogy az elfogadható, meg egyértelmű legyen. Kész. Nem a mi ügyünk. Müller, most hogy kidolgozzunk. Most belehúzhatjuk mi, hogy el ne legyen fel. Tehát meg van Jóska, tehát a 360 forintot el, azt szerintem nem lehet 500. Pont azért kérdeztem nem lehet, hogy történtem több ponton változásra. Nem lehet az alapályos, hogy több területen. Múlt az több szar volt, a jövő az legyen már jó. Nem? Most adjuk azt is, hogy ki, hogy vagy így van, vagy úgy. Látom, csak nincs szar. Nem tudom. Jóska átszámolja a díjapártáson. Hát a többi logikája alapján az következik, hogy a 360 az a 457 tartozik, nem az 540. Valószínűleg igen, a két szint sem jön. Leellenőrizze számára, jó? Igen. Az, hogy ez a hosszú definíciója a szülői nyilatkozat alapján a egyféle jutó, ez összegszerűen most mennyi? 130 százalék. Tehát forintba mennyi? Mert ez egy szép hosszú kapcsolatban. Ha jól számoltam, akkor az 84 ezer forint. Olyan 84 ezer forint. Az elég durva, akkor azt jelenti, hogy 4-5-en fognak csak fizetni. Többi az mind tudja. De tudjuk, hogy itt van itt én minden olvasom. Tehát ez nem találták. Ez ezt kompenzálni fogja akkor a Rámán bácsi. Jó. Milyen mértékben kompenzálja az állat? Természetesen 100%-ban. 100%-át tudatik fedezőműködik kell biztosítani. Nekünk kell adni, de ha az államnak kompenzálni kell, nem kell ezt a tenni. De ez megint egy olyan vita kérdés, hogy ilyen kérdés, amire nincs állatás. Az állam megmondja, hogy mit csinálni. Nem mondhatjuk azt, hogy nem hozunk, hogy azt mondjuk, hogy nem adjunk kínjunk. Úgy kell adni. Értelem. Csak azt kérdezem, hogy most 90% vagy 100%-ra mondja. 100%-ra. Vagy ígéri. Kompenzálni fogják. Így legyen. Ha nem így lesz, akkor bejelent. Nem tudsz vele mit csinálni. Magunk közmunkát, hogy most jelentél 90%-ra, aztán végig kapunk hátrán. És milyen jó volt a baj? Nem kellünk 100%-ra csak. Jó. És hogyha fölveszik ezt az egy főt, 4 órába, akkor annak a munkabérét. De hogyha föl kell, mert nem. Akkor vesz. De várj, azt mondom, ha föl kell lenni, akkor annak a bérét mi fizetjük, hogy az állam. Szerintem ez a jövőbeni elszámolásoknál, ugye amikor jelentéseket adunk le, akkor ezt be kell visszelni, és úgy gondolom, hogy dolgok irányod erre az állam. De addig nem veszük fel, amíg nem kötelezne rá. Most jelenleg a közintézési jelentéseket is elkészítjük minden nap, az elmondani készített érdület. És nem kell hozzá 4 órás ennek a statisztikát elkészíteni. Mert nem mindegy, hogy nekünk kell fizetni, hogy az államnak. Mert csak ez megint olyan, hogyha előírjában fel kell venned, akkor nem tudsz vele mit csinálni. Akkor az állam fizeti akkor? Az államban nem biztos. Fordai asszisztens előző volt 3 éve is már, nem mégsem hozott. Az a munkáj teremtő. Fel lehetett volna benni ingyen, és most fel is veszünk. Jó. Akkor nem lehet így. Akkor tárgyaló, csak nem hagyjuk a téged. Jó, van még kérdés? Még. Na, legyen.
Van ilyen, hogy napi háromszori étkezés. Ez most mi? Az a menze. Akkor miért van egyik helyen menze, másik helyen meg háromszori étkezés? Egy. A menze az ebéd. De nem. Az nem a menze, de ugye a menze. A menze az háromszori étkezés, nem lehet a menze. Esetleg a napközi lehetne. Itt van megint. Igen, mert a reggeli ebéd uzsonna. Azt szokott válaszolni, és szerintem reggeli ebéd. Hát úgy mondom, 10 euró ebéd. Így van, ez a három. De akkor az meg a nap, akkor azt meg a napközisek kapják, akkor miért van napközis is? Ugye már így óvodás. Tehát az óvodás meg a napközis az nem egy kategóriába tartozik. Azért van két különböző. Figyelj, én a rendeletet nem írtam a decemberben, elfogadottam. A sorokat tettem bele, meg a számoknak elegítést. Ez van benne a decemberi rendeletünkben. Szerintem le kell, át kell égni a tábezőt, egyszerűsíteni kell. Nem kell beállják, hogy ennyi szám, jó? A számokon, én tényleg azt gondolom, hogy maximum olyan változások lesznek, most ha valaki jogosult lesz az ingyenes étkezésre, most a többivel jelző jó rendben, hogyha nincs más lehetőségével. Növelni nem fogja, elvenni, kedvezni, nem? Azokat a határokat meghúztuk, rendben rakja a tábezőt. Szeptember 30-án is jó a távolodik, már pedig szeptember 30-án fizetnek az október 1-ig. Szeptember 1-ig lenne hatályunk, akkor ennyi a törvény is hatályunk. Augusztus 24-én lesz ülés, lesz közös ülés, együttes ülés, testület ülés, minden lesz megtárgyaljuk. Hát jó, erre már csak rá kell nézni, hogyha pénzben. Jó, akkor jósul augusztus 24-én fogadjuk ezt el. Jó. Addig le a rendben akkor a távlázatokat, megcsinálják. 24-én lesz a társadalásülésen, meg az együttesülésen kívül saját ülésünk is. És most akkor ezt dobtuk? Nem dobtuk, hát napok. A feladatot igen. Jó? És akkor a szociális étkezőknek is majd szeptember 1-től lép hatályba, tehát akkor nem... Ott nincs változás, hol is a szociális étkezőknél. Itt a betegési kérdés lett volna az, hogy a hatályba lép augusztus 6, de ott meg van, hogy hát akkor most az egyik vele... Egyik rész szeptember 1-től a többinek holnaptól, hogy elfogadtál volna. Hát lehet ilyen. De szeptember 1-én fog csak. Ha most nem fogadjuk el, akkor miért? Akkor régi van értékben, mint december 1-től. Szeptember 1-től meg majd az lesz, hogy állja teszünk. Jó. Szeptember 1-től meg azok az ingyenes dolgok lépnek hozzá kapcsolatban. De akkor ne legyen két, de aki a jó erőlemelkedéstől. Ha látjuk, hogy most tényleg a tanár mennyi, akkor a kérjük és bejön és segíti, akkor egyszerűbb legyünk, nem? Hogy most annyira szóval lehet. Szerintem szakadjunk be erőt. Ne hagyjuk csak. Ez olyan felesleges vita. Bent vannak a számok, elmondjuk a táblázat, Jóska fogja, kivágja az x-szereségből azokat a sorokat, és itt két vagy három sorban kezd. Jó, lehet, hogy felesleges sok az osztó, de úgy, ahogy ő is mondta, hogy mi nagyon arra nem érünk ám rá sokszor munkát, meg minden közepettől, most tényleg ezeket bogaláztuk, és annyira kellemetlen, hogy úgy, hogy te mondod valójában, ez tök alap dolog, nem? És akkor most számoljuk át, ezt véletlenül lettem, hiszen a kettőnél ugyanaz volt, és szerintem nem azok lettem, és nem mert nem jó, szám, nem 24. Szám, nem. Igen, akkor határozott, hogy 24-én ezt újra teljük, és a jegyzőnk sem. Jó? Jó. Akkor elnapoljuk 24-én, hét igen, nem jó? Köztisztasági rendelet, köztisztasági tisztánytartásáról szóló rendelet. Ezt a jelenti jól adja elő. Nagyon valakinek az a kérdés, van. A rossz összeomlózás. Az első általános rendelkezés az rendelkezés oldalat.
A másik fejezet úgy kezdődik, hogy 9 az ingatlan felhasználó adatai, az 2-es. Akkor ugye nem 6-os, nem 16-os paragrafus. Szerintem az úgy rossz, ahogy van. Ez a 2-es rész. Az ingatlan melletti nyílt, az a 2-es B-nél, ami most 16B, az ingatlan melletti nyílt állatok és műtárgyaink tisztántartása, jogmentesítése, műtárgyunk van. Szerintem ezt ki kell húzni. Nem kell kihúzni, mert végül is vannak műtárgyak a tutaknál, meg lehetnek is műtárgyak. Jó. Oké. Okay. Elnevezés. Akkor úgy szinte ott a 3-os. És a 17-esnél van egy olyan, ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási időt az üzlet elé cigarettacsikkek elhelyezésére és gyűjtésére szolgáló egyén kihelyezni, annak folyamatos műtésre és tisztántartására gondoskodni. Ez a kereskedőkre utcai árusokra igaz. Hát, ez egy nagyon jó nemes gondolat. De ha a kocsma vagy a vendéglátóipar egységük mutatartásra emelhet, amelyet nem lázad fel, amelyik helyzetünk már biztos kell fog. Behagyhatjuk, hát jó. Hagyjuk sem, mert mindenki legyen. Valaki? Csak hogy mi a mellett, üzlet előtt és melletti járvált. Kötelös nyitvatartás, mert tisztán tartani. Milyen? Én azt nem látom nagy gondnak, hogy egyébként a járda. Tehát én sem látom nagy gondot, csak hogy mi a mellettől most végig a Táncsis utca elejéig. Hát ahogy járda van, hát most közvetlenül az üzletebb lehet. Szerintem a telek határ be. Saroktelek, ne telek határ. De is melletti, az is oda van írva. Hát azért a saroktelek akkor van előtte és meg van mellette is. Telek, nem saroktelek. Saroktelek. Ha nincs saroktelek, akkor nem saroktelek, akkor csak egy. Tehát ott nem azt jelenti, hogy a... Nem az ott túloldalán. Nem. A busz megállóban nem a szomszéd telek előtti járvát is említi a tartalmat. Nem. Az üzlet elé cigaretta csikkek elhelyezésére és gyűjtésére szól, viszont a bejárattól nem lehet 5 méterre közel. Hát a szabályok meg fogják kihelyezni. Hát csak azt mondom, hogy... Utána még csak a számozással voltunk, de akkor azt meg lehet elérni. Most én nekem ezzel kapcsolatban majd volna valami mondani. Igen, mivel? Az, hogy az olyan esetekben, ahol nagyon nagy közterületek vannak, az nem volna fel az ingatlan tulajdonosok nyakából vágni, már csak hogy a konkrét példát is elmondjam, Dózsa utca meg Táncsis utca közötti szakasz, legalább van 1 hektáros közterület, amit és az is igazságtalan valójában, hogy a túloldaliak is ugyanúgy használják, de nem azt mondom, egy ember talán néha beszokott segíteni a járda sikosságmentesést, vagy lelapátolásában, de a többi nem is ugyanúgy használják. Szóval azért kurva dolog ám az, hogy azon a temetőtű az legalább 1 hektár közterület, ami a útnak a lévő területe, meg a házak közötti magántulajdoni területet, és akkor azt oda vágni 2-3 emberre. Szóval én azt akarom ezzel csak, hogy mind szép, ami le van írva, meg kell is, meg vegye ki a részét mindenki, ne gondoljunk is senki róla, meg nem is lehet annyira igazságosan elosztani, de ahol például ilyen hatalmas méretű közterületek vannak, akkor abban az önkormányzat az egyik feladat ellátásában már zöld terület, meg hómentesítés, meg sikosságmentesítés, azt végezze el. Én nálam is elvégezték, meg te nálam is elvégezték. Nálam nem végezte, engem neki egy összél. Azt akartam kérdezni, hogy igazad van, de ez nem valósult meg az önkormányzat támogatásába szinte az elmúlt év havazásában. De azt mondom, hogy pont azt mondom, hogy elvégezték, és azért nem értem, miért kaptam tőle, hogy én nem. Pont dicsértelen. Nagyon aratos volt, köszönöm. Csak felesleges volt erre megállni, ezt a feladatot eddig is elvégeztem. Jó, de... De mivel most egy rendeletet módosítunk, ebben a rendeletben egész másik alájét kellhatnánk. Írjuk bele kötelezőnk, hogy megzeti feladottak, hogy a... Hogy más hát nem az, de az, hogy, szóval most azt esetleg egy mondatban bele lehetne, hogy az indokoltan nagy akkor az ember összefüggő közterületeket. Akkor az emberek keresik az indokokat. Így jó, Attila. Szerintem az tavalyi, vagy mostanában a nagy javazásokban hihetetlen összefüggások voltak a területésen.
saját hómarójával tolta a járdát végig, és mentek az önkormányzat, valószínűleg a télre be is fog szerezni olyan hómarót, mert ami kicsi, tehát ami nem tapad le, addig azok teljesen el tudják végezni, és esetleg akkor előtted is, ahogy eddig van hómarónk, de nem használható, hogy a só. Mert később kezdjük el használni csupán annyi azokat, mert akkor nem tudja eldolgozni. Annak az a lényeg, hogy időben használjuk, vagy nagyobb teljesítményű hómarónra van szükség. De az önkormányzat most is ellátott ezt a hibát, és azután is el fogja szerintem. Meg van ugye hódoló lakó. Jó, de annak most volt az ideje, hogy ezt megemlítsem. Jó. Jövőre is el. Mert ez nem csak a hóról szól, hanem a fűről, meg a fáról, meg a kikosságról. Jó, akkor én annyit kérnék itt a jegyzőtől, hogy akkor a sorszámokat tegye már rendbe. Jó. És akkor a műtári rendben van, a cigarettacsink is rendben van. Valakinek esetleg ez hozzáfűzni, és orvoslat? Senkinek? Akkor a kérem a képviselőtestület köztisztasági rendelet elfogadásának a... Ki az, aki tárgyalja a köztisztasági rendelet elfogadását? Kérdezz, Lidi. Drág. Kiköteles az én üzletem előtti járdáról eltakarítani a tehénfart? Én? Nem. Nem, az állat tulajdonos, hogy tudod? És az állatban. Hát itt van benne, hogy... Azt nem mondom. Aki oda rakta. Itt ez az állat. Az ötös köztelen tisztázat az összeégyen rendelkezésében vannak benne azok a részek, hogy ez az utat, járdát szennyezni. Tilos, aki még megtette, a szabálysértés és az állat tulajdonosát lehetne közelezni, hogy ezt eltakarítsa. És ezt kikötelezheti akkor? Csak szabálysértés keretében szabálysértési hatóság. A tapasztalat az, láttad te is, hogy hiába volt az út szennyezése, a közút kihozta azt a tudományos határozatot félmódalos eszében, hogy első megkirúgatkodás a kilaknak egy tehát, hogy vigyázz csúszik továbbra, de köteles a kihajtónak eltakarítani az utat. De arról a közútján tett említés, hogy ezért büntet. Következő lépés, te is írták, következő lépés az, hogy továbbra is fennáll, kitesznek egy sebességkorlátozó táblát. De arról egy betű nincs, hogy mi lesz a trágyával. Hogy mi lesz a trágyával. Tehát ez vicces. De mivel az közút, valószínűleg a jegyzőnek nincs a sajnos köze, a járdára, hogyha... Jó, éppen azért a járdát vendítettem. Jó, a járdára viszont... Nem is a betakarítóját? Nem is a betakarítóját? Nincs. El van tovább, hogy a járda az még betakarítása sincs. Nem... Sőt, belementek a virágosállásba. Belementek az önkormányzatos virágát, gyárba és itt a rombálás meg. Az autó. Kocsi. Az ló. Amiben nem el? De a szem előtt. Olyan bakszik. Láttad? Hát én, akkor egy ló is belement. Nem láttam, én csak belemettem. Ki volt ló? Ki volt közben a ló? Aztán akkor támaszok. Olyan. És miket látsz? Pontosan nem szólt. Áskar volt egyébként, szurok se képte. Nem is láttam. De azért láttam. Jó. A jegyző eljárhat a magántulajdon előtt, hogyha a járdát. A magántulajdon lehet járda, az ingatlan tulajdonosának kell, hogy tisztáltatja. Igen, de amennyiben őtőle függetlenül történik meg a tisztítás, hát és ezt jelenti a jegyzőnek, akkor mi a következő lépés? Hát lehet kötelezni az illetőt, hogy takarítsa. Jó, ha nem takarítja, hogy tovább is kell, ez a probléma, mi a next step? Marad a szabálysértés. Annak milyen szintjei vannak? Mikor lesz pénzbüntetés? Hát ha a járás hivatal szabálysértési hatóságára följelentett, azok figyelmeztetik, az nem én vagyok. Annak. Szabálysértés az csak a járási hivatal. A jegyzőnek már nincs szabálysértési hatásköre. Fogok vissza kéne adni. Lehet, könnyebb lenne. Jó. Mehetünk? Akkor a köztisztasági rendelet elfogadásának kérem tisztelt képviselőtestületet, hogy szavazzunk. Aki elfogadja az elmúlt módosításokkal, azt kérem készfeltartásra jelzőre. Én igen.
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata. Én ezt csak azért hoztam be, mert szerettem volna a mellékeket is rendbetenni, mivel a májusi hónapban egyszer az egy bizonyos mondatot már módosítottatok, de a melléketeket nem jutatok hozzá, és szerettem volna, hogy aktuális tartalmai a melléketeknél a további SMS-nek a melléketeket. Illetve elmaradt most már az, amit májusban módosítottak a jelentő helyettesítésre vonatkozó paragrafus. Más nincs, más nem. Én nem kapcsolatban. Igen. Volna egy véleményem. Lehet, hogy tök jó volt az egész, amit a Jóska most bemódosított, de nem látható. Én nekem az mondom a tiszteltelési kérésem, hogy máskor legközelebb legyen kiemelve, vagy más színnel, mert ezt minden van szintetlenül, vagy mit tudom, döntött betűkkel, vagy más betűkkel, hogy melyek azok a fontok, amik változtak, és mire változott. Jóska, ez volna a kérésem hozzá, mint hivatalvezető, meg a polgárstől. Most ebben az esetben már itt lekövethetem. A norma szilágban nem nyugtam hozzá, az úgy van, ahogy van. A mellékletek lettek a végig az aktuális állapot szerint. De menjünk végig, az egyes mellékletek. Fölösleg, ahol nagyon nagy anyagok, itt leszünk DT-be is. Én csak azt kérem, hogy ha ilyen módosítás van, akkor az derüljön ki, hogy az ötös alkon módosítva van, itt jön az öt kére, és az vagy dörbe, rákontizom, vagy szín. Ezt úgy tudja megcsinálni a jegyző, hogy a Word-ben csinálja a szerkesztéseket, és ugye be kell pipálni azt, hogy minden módosítást mutat, és oldalt megjelenik, hogy a törlést azt automatikusan áthúzza, amit beleírsz, az ugye más színnel látszik, sőt megjegyzéseket is tudsz odajönni. Ehhez számítógépet kell használni. Úgy is jó, mert azért egy ilyen nagy anyagot ennyi idő alatt megint átkukul, hogy te előtted az SMS-t nem ismeretlen. Nem, jó, de az ön is előtt a mennyi meg az ott kétszer módosítottuk, vagy látszom. Nekem itt annyi észrevételem lenne kis segítséget, hogy a bélyegzőknél, Csetén Községi Önkormányzat olyan bélyegzőnk nincs. Azért itt a mát. Képviselőtestület, polgármester, hivatal is jelző. Jó. Képviselő, polgármester, tök jó. Akkor a... Jó, de itt tudunk itt el. Itt van. És ide fogunk nyomni a legyoknak. Akkor a... De akkor szerintem is lehet, hogy ez jó. Akkor még az idő, hogy az önkormányzati feladatok, a képviselőtestület és szervei, polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal jegyző, az ICLS társulás és győrkötöttek, és az OVIS társulás az nem tartozik ide? Az saját társulás. És a tűzoltóság? Az nem tartozott ilyet. A ki? A társulás. Az társulás, az önként és köztes tűzoltóság, az társulás gyerekek. És az nem szervezés. Oldalítással bele tehetjük végül is. Nem, hogy tovább. Jó, oldalítással ezt az oldalítással. Oké. Igen. A harmadik oldal 12-es paragrafus 2-es bekezdés. A testet anyagokat az üdés előtt legalább 5 napon meghagyják. Igen, és most igen, de és... Én nem... Jóska, ez most nem? Jó. Várd meg, hogy... Nem is tudom, mit akarok mondani. Tehát nem azt mondom, hogy ezt te írtad, de ezt tudom, hogy ez igen is ez volt benne. De nem ez a gyakorlat. Tehát nagyon ritkán kapjuk meg az anyagot az üdés előtt 5 nappal. És ha ők ugye szerdán van ülés, hogy ülésért 5 napon megkapjuk, akkor megkapjuk pénteken. És akkor van időnk hétvégén, mindenkinek hétvégén, ezért lenne jó, hogyha betartanátok ezeket az időpontokat, hogyha pénteken meg tudnánk kapni, akkor általában hétvégén az embereknek több ideje van arra, hogy ezeket átnézni. Nekem is több időm van hétvégén, mint hétközben, főleg, hogyha dolgozom. Tehát, hogyha ezt bent hagyjuk be. Akkor ezt be is kellene tartani. Mert azért eszem ezt, hogy azt betartsuk, ami ebben bent van. Igazából nem tudom betartani. Ezután sem fogjuk. Szerintem én annyi védelmet ad hozzá, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez rendszeresen eltér az öt napként. Szerintem elektronikusan ki szokott menni előtt a pénteken, mert a jegyző ezzel egyfolytában zaklat. Ami tényleg nem megy ki, az az én jelentésem. Az mondjuk egyszer ment ki az elmúlt 8 napban, akkor se időben, de most azért nem tudtak kiküldeni pénteken, mert azt hiszem én még múlt héten nem voltak.
és hogy még beszéltünk róla minimálisan. De úgy gondolom, hogy összességében 70-80%-ot tartottuk az időpontot, és próbáljuk is tartani egy később érvényt. Meg tudom, sem meg tudom nézni, hogy hol megkezdenek. Csináljuk, próbáljuk. Nem tudom. Azt mondom, azért mondom, hogy ha benn marad, akkor próbáljátok meg betartani. Próbálj. Mert ez mindenkinek jó. Jobb lenne, lesz. Hogyha... Mert most pénteken azt tudom, hogy az pontosan elhangzott, az felhívtam edző urat, hogy szóljon ki a képviselőknek, hogy bocs, nem megy ki az anyag, hétfőn tudok ki menni, dolgozunk rajta. Akit elért, elért. Remélem minden. Mihály? És ezzel kapcsolatban még volna észrevételem, tehát mivel hangsúlyosan nem tudtam, azért azonosítani, mivel történt módosítás. Azt most, ha a régi bejut volt, akkor elég szarú volt. Az van bár, hogy ha két képviselő, tehát az egynegyed a képviselőknek kezdeményezi a rendkívül ügyes összehívását a polgármesternél, akkor őnek ezt meg kell tenni, és most jön a lényeg, amit nagyon sok. 15 napon belül a gyerekhez nevetséges. 15 napon, 3 napon volt rá. De most nem azért, hogy nekem mennyi volt, de valami az AMÜ-TV is valahol foglalkozik, hogy 15 nap egy örökké valóság, ne kell jönni erre soha, hogy két képviselő összehívja, vagy kezdeményezze a képviselőt. De az azért, ha már úgy van, nem azért, hogy 15 nap. Hát ez ilyet, hogy lehet vele írni. Figyelj, így van, mert mi a képviselőtestület rendkívüli ülését össze kell hívni a testület egynegyedének irányára, egy indítványára, az MTV rendelkezése is. Igen, de bárban, nincs van, 15 napon belül, de bárban. 15 napon belül, a harmadik pont, a rendkívül és összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülési javaslat időpontját, napi rendkívülési indítványait. Az indítványt a polgármesternek kell bejutani, akkor az egyes bekezdés szerint az indítvány rendkívül ülésen történet elgyűlésének indokoltság esetén, rendkívül és bejutásra szerint 15 napon belül időpontot hívja össze. Most az MTV hogy rendelkezik erről, azt a Józsefre ellenőrzi, hogyha nem, mi a nem tudjuk, hogy mi van benne, én nem ismerem fejből. Én meg ma azt megnéztem, hogy most lehet, hogy 8 napig állját menni, hogy de 3 napon belül ki kell értesítened, hogy mikor lesz, és lehet, hogy szerintem a mit ezt tisztáljuk le. Jó, de azért mondom, hogy parlamentesen tartsuk be, mert ma ez neked még nem sikerült. Mindenki fölteszi a kezét, mert beleszólsz meg. Beírjuk, hogy 3 nap az sok nap. Jó? Nem, ahhoz meg csak létjük, hogy észrevételt tegyek. Én észrevételt teszek, igen, én nem veszek szembe, hogy azt csinálsz, csak tartsd be a többieket is. Jó? Miért ne tartottam magát? Akkor szólsz, ezt jelzem. Jelztem is. Akkor egyszer, tanárunk. Na most ezt nem azért keresik itt dolgokat, mert a Jóskanyban, ugye, de végére bent volt. Tehát megint itt azt mondja, hogy az ötödik oldalon, fönt a 9-es bekezdés, van ott, hogy 10-es bekezdés célpontja, nincs is 10-es bekezdés. Tehát az nem 10-es bekezdés, hanem 8-as bekezdésnek a célpontja. Ugye azért most már javítsunk ki minden szerintem, hogyha már egyszer itt van előttünk. Tehát az egy 8-as bekezdésnek a célpontja. Aztán... Viszont, hogyha már előadatunk, akkor az se jó a 8-as célpontja, hogy az előterjesztéseket az ülés megelőző 5 napban kell adni a jegyzőnek, mert hogyha nekem kötelességem összeírni a 3 napra, akkor az 5 nap nem állja meg a helyét. Meg hogyha 5 nappal előtt ki kell adnom az anyagot, akkor 5 nap, akkor legalább 6 nappal előtte az be kell adnom, hogy belőle kell tenni. Még a végén kiderül, hogy a jegyző tudományos a számot a kérdezőnek. Ezt is aláhoztam. Logikailag nehezen. Igen. Azért. Azért akkor azt ki kéne javítani, hogy 6 nappal. Most az nincsen benne, hogy a rendkívül ülést hívhat össze. Nem van egy kapcsolat, ez is sem vonatkozik. Rendes előterjesztésre vonatkozik. Az ülést megelőző 6 nappal kell leadni a jegyzőnek, hogy bele tudjon kerülni az anyagba. Ha nem, akkor meg így is ülés elő. De ha megszabadítjuk, csak akkor az érthető. Tehát, hogyha mégis azt mondjuk, hogy nem akarunk 2 napon belül összejönni újból, akkor megszavazzuk, hogy még egy órát maradunk. Ja. És ha abban meg lesz a többség, akkor nem megy tovább. És ilyen volt a december 17-i ülésünk, a 7 órakor kezdődött a mi rendes ülésünk, és 23-44 hosszabbzott. Ott majdnem sikerült elhozni az időt még annyira, hogy ne kelljen szavazni. Ez egy notórius nap. Igen, Mihály? És még egy olyan dolog is van benne, hogy ha a interpelláció részén, hogy 3 vagy 4 nappal előtte be kell jelenteni a képviselőnek, a polgármesternek,
hogyha interpellálni akar. Hát nem. Ez az MLTV-vel nem egyezik így. Már lehet, hogy önmagában az interpellációt fogalmazni, igen, de egy képviselő bármikor, bármilyen napi rendhez kérdést intézhet a polgármester jelzőhöz, aki vagy rögtön válaszol, vagy ha nem tud, akkor maximum 15 napon belül írásban megadja arra a feltett kérdésre választ, és azt nekem nem kell beadnom, tehát itt jön az ötletem, még egy perce nem is akartam semmit mondani, Kovács Lajos valamit megcsinultad, itt most meg akarok mondani, nagyon és nem lehet az, hogy Misi nem adtad be 3 napja, és itt van most, ezért nem hallgatunk meg. Szóval, de ez így gyerekek, 1000 apró szabálytalanság van ebben az önkormányzati SMS-ben. Én most azt mondom, és nem azt mondom, hogy akkor oltálni. A nagy problémák, de helyre kell tenni azt is, ugyanúgy, mint ahogy azt a kurva térítési díjas dolgot helyre kell tenni, azt is helyre kell tenni, hogy egyértelmű legyen minden használónak, már valójában az a házi rendünk. Ettől függetlenül, hogy egyértelmű minden használónak, csak van minden olyan pontok, amit nehéz logikailag lekövetni. De nagyon sok olyan probléma van a magyar törvényhozásban, amit nehéz lekövetni. A másik, hogyha szólni akar valami képviselő, vagy bárki, vagy napirendi pontot akar beterjeszteni, mert arról tárgyalni akar, arra meg lehetősége van. Minden ügyés előtt elhangzik az, hogy a napirendi pontokat elfogadjátok el, a vegyes ügyekhez van valakinek hozzáfűzni olyan felvételek, megtehetik, hozzáteszik. Igen, de a képviselő utána is egy adott napirenden belül kérdezhet, amit nem tudné az előtt 5 percából, már úgy adódnak a dolgok, és hogy meg kell kérdezni el. A gyakorlat az nem kérdez. Szóval én azt mondom, ha már harmadszor módosítjuk, egy alaposabb áttekintést kéne csinálni egy SMS módosításra, senki se, most érvényes az SMS-ünk. Az volt csak a kötelező, hogy 60 napon belül, mikor megválasztottak, legyen módosítva, felülvizsgálva. Az megtörtént, sőt azóta már még egyszer is megtörtént, május 20-án. Tehát törvényi kényszer nincs rá, én nem. Én úgy érzem, hogy most megint elfogadunk egy olyan szerepvedet valamit, ami megint nem az. A minősítés, amit kerültünk, nem akarok visszakacsingatni a múltra, de ez biztos, hogy a múlt. Oké, elismerem. Én most nem mondtam, hogy akkor nem voltak hibák. De mondjuk ezt kétszer már módosítottuk azóta, úgyhogy Attila, nem tudunk, hogy Isten kétszer itt. De nem tudjuk, hogy milyen pontok volt. És mégis vannak benne hibák. Szerintem nincs annyi előterjesztés, vagy nincs annyi, hogy bármilyen rendeletet előveszünk, mindenkikor lesznek pontosan a hibák. Lehet ezzel nagyon sokat foglalkozni, meg ezzel foglalkozni, hogy éppen megadjuk a szót majd a képviselő úrnak, hogy feltegyen kérdést, ha nem adom meg, valaki azt mondja, hogy szavazzunk, demokratikus közösségben élünk, leszavaztok, egy szavazatom van, és miért ne adnál meg, érdekel mindenkinek a vélemény, és őt elvárom, hogy dolgozzon a közösségért. A kérdésem az azt jelenti, hogy kíváncsi is érdekel, és tenni akar valamit. Hát olyan választok, hogy dolgozzon. De ha abban független, hogy jól lelkű vagy, meg jó színű, meg észszerű, ha abban nem az van leírva, akkor nem helyesen jársz el, még akkor se, hogyha az önértékelésed szerint helyesen jársz el, meg az enyém szerint is. Hát az egy kötelező passzus, az az el, a házi rendünk, az SMS. És mindjárt az van előlapozva, hogy na most akkor a vita van ügyrendi vagy elsősorban, akkor most keressük ki a 7-es vagy 8-as paragrafot, hogy mit is mondta az, hogy 5 nap vagy 3 nap. Maximálisan igazadon, de szerintem valakit kívül sem tudjuk végig keresni. Jó van, nagy gyerekek, lehet, hogy az a betegségem, hogy polgármester is voltam, kész. Minden, de nem, de ezt én nem rossz szándékról, Attila, nem rossz szándékról mondom, mert a jó szándéktelen meg megvolt ez irányba mindig. Nekem nagyon meg. Csak én most elmondtam a véleményem erről az anyagról. Jó, csak. Polgármesternek szeretném fölülni a kérdést, hogy itt bent van, hogy képviselő első alkalom 5 percet beszélhet, utána 2 percet, úgyhogy legyen. Hozom a stókert, és itt, bocs. Ja, aztán 9. oldal. 9. oldal, 26-os paragrafus 4-es bekezdés. Szóval a képviselő neve elhangzása után 26. paragrafus 3-as bekezdés D-pontjának leírtak szerint szavaz. Nincs is ilyen. Tehát ott nem az a 24-es paragrafus 2-es pontjában leírtak szerint szavaz. Mert a 24-es paragrafus 2-es pontja mondja azt, hogy a 4 szerinti szavazás van, akkor igen, nem vagy tartózkodommal szavazok. Tehát azt ki kellene javítani. Jó. 24 bekezdés 2-es. Ugyanígy a 27-es paragrafus 2-es bekezdésnél... Igen, hogy ez is 24-2. Nem, az 26-2. Tehát nem 27-2, hanem 26-2. Oké.
majd visszaadjuk meg. Ne, szerintem menjünk végig. Hát azért ezeket javításokat, ezt elvégzed, azt a javításokat megcsinálok? Minden hónapban tárgyaltuk össze ezt. És akkor még a 30. paragrafusnak van értelme, bent kell lenni elműtévé szerint? Én is nem jól, ha benn van. Ha benn van, akkor meg kötelező érvényű, nem? Nem. Azt nézd meg, ha nem muszáj, nincs nem. Akkor itt a tízes szavazás rendjénye is, ha akarjátok, ott is van egy értelmelyen bevallomás. 24-es paragrafusnál. Melyik az értelmet? A vita során az előterjesztő dönthet a módosító javaslat befogadásával. Hát az előterjesztő... Ugye az ő előterjesztése, gondolom, módosítottam. De szerintem pont arra utalva, mint te mondtad, hogy támogatjuk a napi rendeket, és lehet módosítani, hogy ostott tenni az oda. Sehogy sem tudom. Na jó, nem is én nem. Beírtam, hogy vagy 15-öt. Lákos tovább. Én még azért megyek tovább. Mert ha már itt van, akkor... Ha már neki állt, akkor... 11. oldal, 36-os paragrafus, 2-es bekezdés. Az üzemi bizottság 3 tagból áll. Ez oké, okay. És a bizottság népsőlete jelen mellégre van számára neki tartalmazva, ugye ezt ki kéne húzni, mert a 3-as paragrafus ugyanez bent van. Jó, két helyen van, jó. Kétszer van benne ugyanaz. Megvan? Csak egy kis nyelvtani, 12. oldal, 37-es paragrafus, 5-ös. 5-ös, 5-ös, 3-as. 5-ös bekezdés, 1-es pontjának gyakorolja jogok, munkáltató jogok gyakorlását, nem gyakorlására, hanem gyakorlását megtételét. Elolvasod a mondatot, hogy az értelmes, hogy jogok gyakorlását, ha már és a kettesben meg a megtételét. És a 3-as az jó? 3-as az jó. Segély nincs. Hatáskört. De nem, segély szó az még van, vagy nincs? Igen, segély nincs. A települési támogatás, nem? Ja, igaz. Akkor a települési támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorolja. Jó? Tehát a rendetes kapcsolatos hatáskör gyakorolja. Rögtön. Tanár úr még nem jövő. Nem ahhoz akarok hozzászólni. Csak még folytatjuk. Igen. 14. oldal 43-as bekezdés. Matyi. 13. Igen, itt az első olvasd, de... Képstes hír. Alkalommal tart, közben a hallgatást tart, egyszerűen tart. Hiba. Hát, nem, csak a tart van kétszer. Tart. De azért többször fog. Használ egy helyesírást. Igen, hát nekik vannak ilyen apró helyesírási. Most már menjünk végig. Akkor még a 15. oldal, 44-es paragrafus. Igen. Érintő döntések előkészítésére, megszervezésére. Én átnéztem. Volt időm, mondom, most ilyenkor van időm, de hogyha ezt mondom, végig oda kapom meg így, akkor nincs időm átnézni. És a 16. oldalon miért február 5-ei dátumban van bezárva? Bár átnéve augusztus. Augusztus. Bár. Akkor ezt is át kell nézni. Igen. Nincs köszönöm, hogy ezt nem lehet, hogy ez akkor volt, hogy talán úgy, és akkor volt, hogy ebben kik 20-án. Aztán, hogy igen, akkor nincs. Nincs. Minden. Jó.
akkor most a módosítást néhány. Én most a Lajoshoz intézem kérdést, mint a bizottsága, a Gálfegő bizottsága, vagyunk nyilatkozat. Nem kaptunk gyerekek, egyszer kellett decemberben vagyunk nyilatkozatot tennünk, az lehet, hogy ez októberben, január végén. És most a január végéről Jóska egyszer már neked szóltam, de nem bántani akarlak. Nem kapott egyik önk se semmiféle igazolókiratot, hogy a vagyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tettél, és még pénzügyileg is megbüntetett. Most ide jön egy ellenőrzés, és nem, és egyszerűen vagy ha attól megfosztanak, és azt mondják, hogy érvénytelen az összeget. Bizottság lejelentette a februári első ülésen, hogy mindenki leadta. Ott van Jancekönyv. Józsikám, de nekünk adjatott belőle, hogy valaki könyörgöm, már egyszer kiértek rá. Még a sokból szoktunk, hogy valami igazolás kell. Ez igazolást kérdezik. Nem szerintem sokkal gondolom neked is, de akkor adják ki a lapsit. Mint a bizottság. Igen, ott helyben. Már olyan nem szoktak a munkát. Helyre szoktuk, hogy szokták ki a akkor ezeket a módosításokat szinte vezesse át a jegyző, és a következő testületülésre, vagy nem is következő, de az eljön múlva az októberre hozza be, és akkor logikailag is az időpontokat rakjuk össze. Bízunk meg, de mert most én még egyszer tényleg, akkor még több hibát. Ez borzasztó sok. Nem, átírja is ezzel a változásokkal. Igen, elhagyhat. Bizalom. Meg azt elmondjuk ki belőle, úgy, hogy az Attila mondta, hogy hol történt, melyik pontban átérés. Be fogom állítani a gépén, amikor csinálják, és látszom, látni fogja ő is. És akkor nem között. Hát már pontot átnézni, csak öt látható. És nem majd legalább átérés. Akkor a, de szeretném kérni képviselőtestületi tagokat, hogy mindenki kapott most tőlünk egy ilyen anyagot, a Veszprém megyétől kaptuk. Ebbe tisztán látszanak a célok, amit a térség és területfejlesztés operatív programból meg lehet valósítani. Határidőnk volt arra, hogy július 15-ig kellett jeleznünk ennek, hogy módosítást szeretnénk beletenni. Szeptember 10-ig kell megtennünk, a szeptember 3-án megrendezésre kerülő testületülésen, akkor erről tudnánk bővebben tárgyalni, ötleteket hozzátenni. Arra hívom fel a figyelmet, hogy ez főleg turizmusra, illetve valamilyen formában munkahely teremtésre, és állattartás, vidéki élet javítására vonatkozó célok legyenek a megfogalmazásban. A gazdasági élénkítési program az ne, mert az a Ginóban fog megvalósulni, Ginóban most is jött ki egy-két támogatás. Ez gyakorlatilag inkább ez egy tájékoztatás lett volna ismételten. Jó, kérem önnek tudomásra vételét a képviselőtestület tagjának. A református egyház... Szerintem az SMS-re nem szavaztam. De szavaztunk úgy, hogy a következő ajánlatot folytatjuk. Nem szavaztunk. Az nem az volt? Az beszélgetjük ő is sem hozzá visszatérni. Az volt a javaslat, igaz, elnézést, majd emlőd is vágott, hogy az volt a javaslat, hogy ezeket a módosításokat a jegyző vezesse át, és dolgozza át az SMS-t meg a bizalom. Csinálja meg jól, most ezt még egyszer nem hoz vissza, majd egy következő időpontban. Felesleges ezzel együtt foglalkozni. És akkor ezt meg jó, és akkor ezt most szavazzuk meg az SMS-ben elhozott módosításokat is. És kérjük a jegyzetet ennek átvezetésére, és határba lépjük. De sokkal több van, mint ami szóba kerül. Most ennyit került szóba. Most ezek. Jó, és akkor majd tartozik. Tartozik. Ki az, aki elfogadja, akkor hat igen, és egy tartózkodás mellett elfogadja. Jó. Akkor te egyház támogatás. A költségvetési tervezetünkben a civil szervezetek egyházak támogatására mindösszesen 3 millió forintot kívánunk fordítani ebben az évben.
A Csetvén Református Egyházközösség egy közel több mint 7 millió forintos beruházást kíván végrehajtani a tető lecserélésével. Ehhez kértek 10% önkormányzati támogatást. Sajnos nem nyertek rá külső forrást, így a saját erő marad. A mi rendelkezésre álló javak is korlátozottak. Nekem az a véleményem, hogy próbálunk segíteni a beszerzésben tiszteletes úrnak, reményeink szerint tudunk is árszámlékos forgalmi még az árakon, és ennek a 700 forintnak egy részét biztosítsuk. Kérdezném a tisztelt képviselőtestületet, hogy van-e valakinek alternatív javaslata a 700 forint mellett, vagy szemben, vagy ellen. 700. A 700 volt a kérés. Értem. És hogy van-e olyan javaslat, hogy más legyen? Legyen 400. Ki az, aki ezzel a 400-al egyet értem? Ott van más javaslat? Jó, akkor díjjavaslatát teszem fel elfogadásra. A Csetvén Református Egyház támogatását a Csetvén önkormányzat 400.000 forintban határozza meg, amelynek átutalásáról intézkedik, amennyiben a projekt megvalósul utófinanszírozása. Jó, akkor kiadjuk ezt a 400.000-et elfogadni. Igen, jó. 6.3. Informatikai fejlesztés. Az óvoda, illetve a konyhánál Tudánál szerintem megvoltunk. A konyhán a élelmezés vezető által használt eszköznek az állapota az gyakorlatilag silalmas. Az cserére szorult, a mai programok már nem futnak el rajta, a szeptember 1-től vezetni kell neki újabb nem tudom, nyilvántartásokat, rendkívül lassú, panaszkodnak az állampolgárok és lassú a bemutatások. Itt kéne fejlesztést csinálnunk. Maga az eszköz megvásárolni nem elég, az eszközön jogtiszta szoftvereknek kell lenni, egy jogtiszta office, illetve egy jogtiszta operációs rendszernek az értékesen, illetve bruttó 100.000 forintot. Itt összességében úgy gondolom, hogy 200.000 forint körül bruttó összegre van szükség ahhoz, hogy egy használható munkaállomást vásároljuk. Erre kérni felhatalmazást a képviselőtestületre, hogy az ajánlatokat bekérjem és a megrendeléseket megtegyem. Együtt fogom megrendelni, amennyiben a határozatot megkapom, akkor együtt fogom megrendelni az óvodavezetői eszközzel együtt, harmadikkor határozatot hoztunk. Jó, ki az, aki akkor ezzel kapcsolatban egyetért és felhatalmazást kap 200.000 forintig a beszerzésekkel? Egyetért? Egyetében 2015-16-os tanévre vonatkozó beiskolázási támogatások tárgyalása. Itt a tavalyi évre vonatkozóan volt egy elég bőkezű támogatás a lakosság részére. Ez összesen 3.659.000 forint, gyakorlatilag a környező települések közül senki nem biztosítja ezt a lakosság számára, és az önkormányzatnak sem kötelező, csupán kampányfogásunk jó. Az én véleményem az az, hogy ezen támogatásokat csökkenteni kell, úgyhogy az óvodánál és az általános iskolánál azon családok, gyermekek, akik ide járnak Csetvénybe, ők kapják meg a támogatást, 6.000 forinttal az óvodások, az iskolások pedig 9.000 forinttal, viszont a középiskolánál jövedelmi viszonyokhoz kötném a támogatást, mivel nem mindenki van olyan helyzetben, valaki sokkal könnyebben tudja kifizetni ezeket a beiskolázási dolgokat, és a másik az, hogy én nem látom a középiskola és az egyetemi tanulók részéről a hajlandóságot arra, hogy esetleg dolgoznának vagy munkát vállalnának, természetesen tisztelt a kivételnek. Nagyon sok olyan diánk volt a nyáron és a településünkön, aki a napjait azzal töltötte, hogy hát az utcát jártam, nem akarok szetneveket, nem mondhatok, mindegy. És nem tartom indokolnak, hogy oda is menjen támogatás, főleg az önkormányzat hirdetett diákmunkaprogramot, amiben összesen 13 diák dolgozik a településünkön. A 13 helyre mindösszesen 8 csetényi volt, és a 8 csetényiből 4 visszamondta. A 4-ből pedig a legszebb az, hogy a 4-ből egy fiú van és 3 lány, aki dolgozik. Úgy gondolom, hogy mind a gyermekeknek, mind az adásnéző szülőknek el kell ezen gondolkozni, hogy a
a támogatás az fontos, viszont tevékenyként, mert a gyermeket munkába küldeni azért, hogy esetleg segítse a családanyagi helyzetét, ez már nem fér bele. Az egyetemeknél ott is a tavalyi évhez hasonlóan, vagy tavaly évben ugye egyösszegi támogatást adtunk a gyermekeknek, itt a javaslatom az az lenne, hogy az önkormányzat lépjen be egy központi programba, ez a Húzza-Hungarika program, hogy itt sem az lenne, hogy mindenki annyi jól kapja a támogatást, hanem igenis jövedelmi viszonyozás tanulmányi átlaghoz mérte tudnánk támogatást biztosítani. Ez egy jól kitalált támogatási rendszer. Itt úgy nézne ki, hogy most nem adnánk mindenkinek 20.000 forintot, hanem aki rászorul, ott havi 5.000 forintos támogatást tudnánk neki biztosítani, ezzel is segítve az ő létét és életét, esetleg, hogyha máshol dolgozik, vagy máshol tanul. Ez a Húzza-Hungarikás támogatási rendszer bilényei szint egy jól elgondolt, és tényleg oda jutnak a támogatások, ahol ez fontos. Nekem ez a javaslatom van. Azt csak megjegyzem, hogy ezáltal lehetséges, hogy az önkormányzat nem is spórolna pénzt összességében, de oda jutnának el a pénzek, ahol arra tényleg szükség van. Tehát nem tudjuk jelenleg megbecsülni azt, hogy hányan jönnek a létminimum 70%-a, az egyfeleső jövedelem létminimum 70%-at hány helyen van, ugye ez a középiskolásokra vonatkozik, azt sem tudjuk megmondani, hogy hányan férjenek el a Húzza-Hungarikába, mert még most 20.000 forint volt tavaly, és 30 gyermeknek adtuk, ugye az 600.000 forint, addig lehetséges, hogy a 30.000-ből 12 be tud csatlakozni a Húzza-Hungarikába, és már is még 600.000 forintnál járunk, viszont azon gyermekeket részesítettük előnyben, akik ténylegesen tanulnak és tesznek azért, hogy a későbbiekben megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Nekem ez a javaslatom, kérdezem, hogy van esetleg ezzel kapcsolatban valakinek javaslata, vagy fenntartjuk az eddigieket, és úgy adunk pénzt, hogy nem követünk értenek semmit. Igen? Hát én azt gondolom, hogy mivel az önkormányzatnak ez egy régi támogatási formája, és jelen pillanatban is azt gondolom, hogy a faluba erre több család is számít a beiskolázás alatt, én ebben az évben ezt megtartanám. Változatlan formában, ahogy eddig kapták, minden elmélyik a tavalyim, és a jövőt illetően meg jövőre átgondoljuk. Csak annyi, hogy kikültek az anyagot, át kellett volna gondolni. Annyi, hogy elhangzott az, hogy több család várja a véleményet, szerint mely családok várják ezt a támogatást? Átadzik mindenki, vagy igazán a rászorulók, mert tényleg sem szükség van rá. Szerintem mindenki. Akkor jövő viszonytól függetlenül mindenki számít. Mihály? Én is egyébként a diagnózisban, hogy évek óta, vagy évtizedek, hogy gyakorlatú lesz, hogy X összeget nem kevesebb adtunk, ajándékoztunk, és nem vártunk el érte sok mindent, csak annaz, hogy csátényi életőségből itt éljenek közöttünk, és nem megy a gyermekeket tisztességesen. Most ezt a folyamatot én nem szakítanám meg egyetért Bariával. Okay. Hát változatlanságot javaslok. Akkor még egy kérdésem lenne, rendben van, hogy mi van azon gyermekekkel, óvodásokkal, akik nem csetényben járnak? Ők is csetények, és ők is jogosultak a támogatásra, akkor úgy gondolom, hogy az ő rájuk is vonatkozik. Kicsoda? Van olyan csetény óvodáskorú, aki nem csetényben járnak. Aki mondjuk tudod, annak a gyakorlat szerint ugyanis nem szoktunk adni, mert nem mi köteleztük rá, hogy ide nem vesszük fel a gyerekét, hanem ő önként úgy döntött. Azok az iskolások, akik meg a tanulókat a... Esemiség? Így van, sajátos nevelésük miatt nem tudnak ide járni, azoknak adtunk. Igen, azoknak. De akik a szülő hobbiból vagy... Visszállt másik iskolában. Saját akaratából van. Máshol iskolászat az nem érdemli meg, mert... Tavaly, amikor az előjöntést hoztunk, akkor hány fő volt az oldalában? Feltudtuk volna rá, és akkor... Tavaly nem mi hoztuk ezt a döntést. Hát a kérdező a Mihálytól, hogy mi alapján ítéltünk el csetényi szülőket, hogy ők itt élnek csetényben, így lefizetik a személyi oldalamadót, így veszik a kenyeret, és az ő gyermekeik nem minősülnek akkor csetényben? Kié? Akik nem csetékbe hordja a gyermekét oldalában, esetleg elég lehet. Te igen, de itt is nekünk is kellett volna a létszám,
már nem volt ki az óvodából sem, még a lejelentéskor is egy fővákával sebet jelentettük le október 1-én. És ezért érdekük lett volna, hogy ne járjon arra a saját akaratból, de akik mondjuk a sorsa, illetve az adottságai kényszerítettek erre, szülőt is, gyermeket is már tényleg a tanulmányait ott tudta csak végezni, illetve szóval az egy más kategória. Ha te önállóan döntesz, úgy akkor mérleted azt, hogy elviszed a gyerekedet, de nem kell a saját önkormányzat támogatása sem. Már neked az megint. Nem tartott csetényének. És Szápár is vihette volna, üres volt, a Szápár jogot tart illá. De ő az nem csetény. Százalékos kihasználás. Három egy gyermekről beszélünk. Hát jó, nem is tudom. 3 millió volt, vagy 3 millió mit, akkor mindegy, nem? De annak, aki nincs rá kényszerítve, és nem Szápárra viszi, ahol üres az óra, hanem elviszi Dudarra, és ott is utaznia kell, az úgy érzem, hogy mit értesz a kényszerítés? Saját döntése. És a saját döntését. Van, aki a nyári szalámit veszi meg a boltba, van, aki a télit. Mindenkinek saját döntése. És nem kényszeríti rá senki, mindenki az anyagi lehetőségei, meg a léségi érzet alapján dönt. Kész. Jó, de hát... Akkor most azokat a gyermekeket kiveszük a támogatásból, vagy nem? Hát aki úgy vitte, hogy ide is felvételt nyert volna, és mégis ő úgy gondolja, hogy a dudari színvonal jobb, mint a Szápár vagy a Csepényi, annak én nem adnák, meg nem is adtunk az elmúlt években. Aki viszont saját döntésétől függetlenül kénytelen ezt a helyzetet választani, akkor ott tolerálnám. Már az nem tehet róla. Akkor mindegyiket szavazásra tesszük? Akkor 3 szavazás lesz, hogyha nem. Az első szavazáshoz, akkor az lenne, amit én javaslok, a másik az, amit a DIA, a harmadik... Mindenki? Nem, a DIA te... DIA azt mondja, hogy mindenki, nem változtat. Nem, a DIA is azt mondja, hogy aki a saját akaratából vittál, az nem. De én változatlan formában hagynám, hogy annyit jelent. De azt tavassak akkor. Nem. Arra nem kell szavazni. Akkor mivel az a nem módosítás, akkor kettőt javasolni kéne. Az egyik az az lenne, amit először is elmondtam, hogy az általános iskolásoknál, óvodásoknál megtartani a régit, a középiskolásoknál a 70%-ára minél azon családok, ahol az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a minimálbér 70%-át, ott megadjuk a támogatást, és az egyetem esetében pedig beszélünk a kurzok munkadikával, amivel támogatjuk a nehezebb sorsú gyermekeket, de jó tanulókat. Először ezt tenném fel szavazásnak. Ki az, aki ezzel egyetért? Kérem készfeltartásra jelent. Akkor megállt egy kettő. Ki az, aki nem támogat? Ezt nem kell tovább menni? Most kell tovább menni? Ez nagy hiba. Jó, akkor ez eldönt. De a másikat szavaztak. Most megyünk tovább. Ja. Akkor a következő napirend, a következő szavazás az az, hogy mindent változatlanul vagyunk, de a csetényben élő és máshol járó oldalba járó gyermekeknek is megadjuk ezt a 4x6000 forintot, tehát összesen 24000 forint. Ki az, aki ezzel egyetért? Ez készfeltartásra jelezze. Mert hogy nincs diszkrimináció. Együtt ilyet. Jó, és akkor jön a harmadik, mindent változatlanul hagyunk, megtagadjuk a csetén, a lakókat is állunk, mindenkit. Mindenkit. Ki az, hogy tartózkodik? Tartózkodsz pedig, igen? Nem, tartózkodik, mert nekem az én variációt nem szerepeltek. Köszönöm azt is, de ezt már elfogadhatok. 3. Talán úgy nem, vagy tartozkodik? Nem. Egy tartozkodik és 2 nem. Oké, akkor ez jól sikerült. Akkor 5-ös, csetény szálltár, szennyvizet, vezető és tisztító víziközműrendszer, gördülő fejlesztés tervének elfogadása. Ez ki van nekünk írva, azt el kell fogadni, mindenki át. Olvasta, értem, ezt elfogadta. Kérem, aki nem tudja valamit csinálni, csak meg tudjuk szavazni. Kérem, aki ezt elfogadja, ezt készfeltartásra jelezze. Hét, igen? Akkor következő pont, Szápári... Orvosi szünet. Így van, az orvosi rendelőn felújításra került, átalakításra került, elnézést nem felújításra, és szeretnénk kicsit javítani a
betegek közérzetén, hangulatán, az ott lévő székek állapota szerintem válságos, illetve lelki rossz állapotban van. Úgy gondoljuk, hogy egy 20 darab megfelelő minőségű széket be kell szerezni, illetve hozzá kapcsolódóan 1-2 olyan fotel, a 100 kg feletti lakosok vagy ellátottak számára is megfelelő. Erre előzetesen bekültöntök alapján kb. 300 ezer forint összeg szükséges. Nem tudom, hogy van ezek a sorolatnak. Hozzáfűzni valamit? Indokoltnak tartjuk a tárgyat, használjuk el minden, és megköszönöm. Jó, akkor aki ezt áll, akkor kérem a képviselőtestület felhatalmazását arra a polgármester számára, hogy a 300 ezer forintig a beszerzéseket megterje, ezt egy, vagy átadjuk a 10-15 bankomnak, ezt meg utána intézzük, jó? Hogy ki az, aki ezt támogatja? Te vonnál a irányzat rá? Az előirányzatban a tartalék nivelére jó, és akkor a következő napirendi pont, ugye a mind mai közmeghallgatáson, mind máshol beszámoltunk arról, hogy a polgárőrségünk az még mindig akadályokba ütközik, de halad ezen a rögös úton, a cél felé. Viszont a település sem megrendezésre került falunapokon a szomszéd település számlát polgárőrei maximális felkészültségi oldalással jelen voltak. A szombati napon 3-an képviselték magat, a vasárnap pedig 4-en. Ezért semmilyen ellenszolgáltás, semmilyen díjazást nem kértek. Én szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy 20 ezer forint támogatást biztosítson a számpeli polgárőr egyesület részére, a tartalék terhére. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek? Megérzés? Nincs. Jó, oké, ez támogatja. Oké, hét. Akkor azt hiszem a négy ülésünkön ennyi, akkor szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, illetve a figyelmet, a következő időszakhoz.